A nyíregyházi kosársuli a hagyományokhoz híven ez évben is megrendezi augusztus végi tornáját, ahol a csapatok tesztelhetik, hogy hol tartanak a felkészülésben. A hét első felében a serdülők és a juniorok léptek pályára. Előbbieknél a Szekszárd végzett az élen, a junioroknál pedig az NKS lett az első. Persze ilyenkor nem az eredmény, hanem inkább a mutatott játék érdekli az edzőket. A tapasztalat az, hogy a torna jó időpontban, jókor van. Gyakorlatilag a csapatok a felkészülési időszak végén vannak. Egy hét múlva már élesben kezdődik például a junior és a serdülő selejtező a legjobb 12-16 közé jutásért. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a torna eléri a célját, amire az egész szól. Tehát a felkészülésben az edzők le tudják mérni azt, hogy a gyerekek hol tartanak, mi az, amit még esetleg finomítani kell, jobban kell hangolni arra, hogy a bajnokságot már teljes a harci díszben tudják kezdeni. Ez egy felkészülési torna, tehát nem a helyezések és nem az érmek színe az, ami meghatározó. Nyilván a gyerekeknek számít, az edzőknek is számít, a klubvezetőnek is számít, de nem ez az elsődleges és a legfontosabb cél, hiszen az, hogy a bajnokságban hogy fogunk szerepelni, az az egész éves munkánkon eredményeképpen fog majd kijönni, és a felkészülés ennek egy fontos állomása. Mint a rendező egyesület elnöke elmondta, a csarnokon kívül is biztosítanak programot a vendégcsapatok számára. Igyekszünk nyilván a város bemutatni nekik. Óriási dolog, hogy a videófesztivál pont ebben az időszakban van. Tehát fel tudnak menni a városközpontban, részt tudnak venni a különböző koncerteken, jól érzik magukat. Valamennyi gyerekkel, akivel beszéltem, legyenek azok serdülők, juniorok, akik mindenki élvezte. A KSC, a Szekszárd az például hétfőn este átment a mérkőzések után Debrecenbe a B33 mesterek tornájára, mert nekik ez is egy óriási élmény. Nyilván Szekszárdról Debrecenig nem utaztak volna, de Nyíregyházáról átrándulni Debrecenbe az nem volt egy olyan nagy probléma. Megnézték a Vadasparkot, volt, aki az úszodába ment, mindenki próbálja megtalálni Nyíregyházán azt a szépséget, ami a tornatermen kívül még a városban megtalálható. Csütörtökön két újabb torna kezdődött el, a kadetteknél 6, a felnőtteknél pedig 4 együttes szerepel a szombaton záruló rendezvényen.